Kedves barátaim, itt vagyunk további Moldáviában, volt reggeli program templomban, tartottunk kis leckét, most egyik Krisna hívő, aki ilyen üzletember, meghívta, ezzel a kocsival jöttünk, lakik városon kívül, és most elhívta minket, meghívta ebédre. Nagyon szép természetben, természet, ahol lakik. Vannak méhecskék, van csipkebogyó, meg sok-sok minden mást. Ez a szokás bakták, Krisna tudatóknak, meg oroszoknál is, hogyha jön vendég, vagy meghívni vendégeket, meg ebédeltetni, hát ezt magyarok is szoktak csinálni. De lesz egy nagyon érdekes kérdésem a videó végén, ezért javasolok, nézzétek végig a videót, tehát egy kis kutyus. Végig javasolok megnézni a videót, és figyeljétek nagyon a házat, mert utána a házról fogok kérdezni. Jó? Akkor megnézzük, hogy Moldáviában hogyan laknak, de azért mutatom, hogy hogy laknak, mert kérdés miatt, amit itt van a Navadvip Prabhu, a házigazda. Prasadam rasasnyac. Kis finom prasadam, ami marad. És akkor most nézzük meg, hogy figyeljetek a házat, mert mondom, érdekes lesz. Mert ez egy ház, ez nem akármilyen hétköznapi ház, és jó méretű is, szép nagy. Вы не ругайтесь на нас? Не, никогда нельзя. Nagyon szép tálkonyha. Jó, a mennyezet nézzétek, csak milyen mennyezet van? Ilyen kis jó néző, kinézető mennyezet. Ó, hát most látom, hogy ilyen komoly kis főző szerkezet. Nagyon szép. Jó, akkor ez egy tálkonyha, van ez a kis előszoba. Mögyük ennyi hátítja? Oha. No, rázasztó tak, csak csújtok, azt szaboltak. Harasó? Csütecska. Nagyon jó kis ilyen csúszó ajtó. Вот не знаю. Ну, в сотах. То есть нужно... Вот это все круто, сотами. Еще. Игорь, еще... И может, эбэ зибэ кэстэ мэхис, кэдэ это вон акиш... Ватяток. Фриш. Мэхис. Это прям... Наш. Сегодня, вчера, когда? Позже. Тегно пэлют. Вот. Аратва. Фриш мэхис. Телевизию подолгозик. Барятунг. Akkor ilyen kis, látjátok, ilyen ajtók, nagyon jó kis hangulat, ilyen kis üveg, és ilyen csúszó. Nagyon jól néz ki. Ez a templomszobájuk. Ugye minden Krisna hívőnek van egy templomszoba. Szép, világos. És ott az oltár. Így. Megnézzük az oltárt. Így néz ki. Elég jó hangulatú. Igen, és nem tudom, köztetek, aki nézi videót, ki ismeri a vásztót, mint a feng shui magyarul. És ez minden, ugye ezek a finom törvények, ami irányokból működnek. Majd egyszer tartok nektek leckét, hogyha kíváncsiak vagytok, ez az ő lelki tanító mesterük, kíváncsiak vagytok, hogy hogyan működnek a tájak, déli, észak és így tovább. Ez alapján van építve, ezért a alapi hangulata, a vibráció, energetikája maximálisan jó. Nem. De, te azt licsi. Jó, akkor utak a kis. És akkor gondolom, itt vannak ilyen hálószobák, de nem fogunk most bemenni, mert nem akarok zavarni. De most akkor kimegyünk, és felteszem egy fontos kérdést nektek, de közben megyünk kertbe. Nézzük meg, mondták, hogy olyan kis kertjük, az még nem láttunk. Hát ilyen kinézet, vannak hegyek. Jó, igen, ez a mi kis épület, ez nyári konyha és nyári ebédlő, ott ebédeltünk. Jó, tehát az érdekes az, hogy az orosz ember, ő így széles, nem tudom, ki járt köztetek,
Szovjetunióban, Oroszországban, vagy valahol, hogy minden nagy, a széles az utcák, minden ilyen nagy, és itt is így élnek, nagyon minden nagy. Például az ebéd, az jó nagy, nem tudom, hogy hogyan nektek képernyőn keresztül, de ez egy nagy-nagy-nagy asztal, itt is lehet főzni, van munkaasztal, mosogató, szóval nagyon jó hangulat, és ahogy látjátok, üveg, szóval világos, de nem fúj a szél, és fedele van, nagyon tetszik. Jó, akkor nézzétek még egyszer a házat. Ja, ez egy mellék dolog, az a garázs, meg ott van a szaunájuk. Persze, hát egy orosznak, hogyha van egy háza, nincs szauna, akkor az nem orosz. Akkor itt a ház még egyszer kívülről, így, meg így. Jó. Egyik oldalról, ugye, hogy lehet, szóval Prabhupát azt mondta, hogyha valaki akarja Krisna tudod gyakorolni, akkor nem kell mindent kidobni, lemondani, és teljes szegénységbe élni, hanem valakinek van Isten adja, akkor az lehet használni. Lehet szépen élni. Igen, itt van megint, nézzünk egy kicsit ház oldalát, látjátok? Megyünk kertbe, de most kérdezem a fő kérdésemet, hogy mondjátok el, hogy ti mit gondoljátok, miből van a ház? Milyen anyagból volt építve a ház? Már a kerítés. Tartok egy pauzát, most írjátok le gyorsan, és utána én mondom az én verziómat, ami a valóság, jó? Nagyon szép, hihetetlen jó virágok. Képzeljétek el, hogy ez a ház szalmából van. El tudjátok képzelni? Hogy megcsinálnak ilyen szerkezetet a fából, és szalma bálákat raknak össze. Ez egy legó. És kérdeztem, hogy milyen hőmérséklet, azt mondja, amikor kint még plusz 5, akkor még nem kell bent fűteni. Akkor még 20-17 fok között van. Szóval ez a különbség. És nagyon-nagyon, azt mondják, nem kell fűteni házat, sose, csak rá kell fűteni egy kicsit, be kell segíteni egy kicsit a fűtéssel. És akkor ilyen szép kertjük van. Hát így voltunk így Krisna hívőknél a vendégségben, Moldáviában, 30 perc a fő Kisinev várostól. Rendben. Itt sokan jönnek ide barátok, és itt csinálnak sok lelki programot, és elég jó hangulat. Köszönöm szépen, ezek voltak a hírek. Mindenkinek sok boldogságot kívánok, és majd találkozunk, Hare Krishna!